No, itt készül a kecskeól, vagy hát ez a kecske fedett beálló. Így rakom össze a fákat, ugye kimérem, hogy melyikek azért nagyjából egyformák, ott van már egy összerakott oldal, és így fog kinézni a többi is. Na most megmutatom nektek, hogy hogy állunk építkezés ügyel. Kitaláltuk, hogy lesznek ugye csirkéink. Ide levertünk ilyen vasoszlopokat. Ott van egy, kettő, ott a harmadik. És akkor ezt itt bekerítjük onnan a kerítés szürke oszlopától, így egy kockába egészen addig a szürke kerítés oszlopig. És akkor ugye a saját kerítésünk meg ugye bekeríti a csirkéket. Ez a kerítés meg arról az oldalról. Az olasz remekül áll. Hát csak az ajtó kell, és ahhoz is le vannak vágva a darabok, csak itt szanaszéjjel szelettek fogadva, mindegy. Megcsináljuk, mert képzeljétek el, ma hétfő van, 11-e, és szerdára jönnek a csirkék, pedig 15-ére ígérték, de már itt lesznek, szóval nagyon örülök neki. Ez a kocka lesz az ő kis területük, én 20 darabot kértem, 20 pipit. Csajok ott legelnek, meg a barik valahol. Ottan. Ott. Szóval a terv az, hogy ez itt a tyúkudvar. Itt van egy ilyen régi kád, és nem tudom miért van bedobva, ilyen kábelekkel, meg slaggal, meg ilyen csemegékkel, de tök mindegy, mert a tyúkudvaron kívül lesz, és aztán lesz idő innen elpatarolni. Csirkéket eddig, vagy mi az, kecskéket eddig nem zavarta. Akkor az egy ilyen óriási nagy fa alatt lesz. Valami háttérmunka zajlik közben, mindegy. És most nem látszik, mert felborult, és szétjöttek a fiókjai. Kicsit már retikes szegény, de hát ez tök mindegy, ez egy régi kiszuperált kis szekrény, és ez a lényeg, ez fordítva kér, hogy legyen csak a birkák felborítják, hogy ugye itt egy szint, ott egy szint, meg ott az az alja, és akkor ez egy ilyen kis háromszintes, ilyen tojó szekrényke lesz, mert ugye ebbe az olba alszanak majd, ami itt elkészül hamarosan, és ez pedig így kint lesz csak úgy az udvarukban, neki döntve a fának, és akkor ebbe fognak így tojni, ugye ez alá is lesz ilyen téglatéve. Vagy mi ez, hogy ne ázzon alulról, ugye a fa alatt meg azért kevésbé éri az eső, szóval reméljük nem jön szét, de amúgy van még ilyen fedő nájlonom, ami ilyen dolgokhoz való, és majd lehet, hogy akkor azzal lefedem, hogy ne ázzon eszéllyel, majd ezt meglátjuk, az még nem lényeg, egyelőre itt tartunk, nagyon örülök ennek is, azért örülök ezeknek amúgy, mert ezek ingyen készültek, tehát ezek mind ingyen cuccok, azért van az, hogy egy kis csúnya, meg kapott a szekrény, mert most azért nem fogok venni 20 ezerért, meg 30 ezer ilyen tojató szekrényt, vagy ládát, vagy ólat, vagy minek hívják, mi a fenének, Istenem, hát a csirke kerül 5000 forintba, egy mit tudom én, 10 darab, vagy mennyi, nem, hát nem okoz több, mit tudom én, 13 ezer, azt hiszem 20 darab, vagy mennyiért veszük, és rendes tyúk, meg minden, és most mi a fenének költenénk ilyenre, szóval hát amire költöttünk, az oszlopra se most költöttünk, ez egy megmaradt oszlop ilyen kerítésépítésből, maradt belőle három, és akkor így leszúrtuk, tök jól. Ezt vettük egyedül, kb. 3000 forintért 13 méter ilyen tyúkhálót, és ezeket a fa darabokat, fa anyagokat, mindent, amiből készült, ez beleértve ezt a tetőt, mindent találtunk az udvarba, szereztünk, még kaptunk, el lett rakva, jó lesz valamire, és hát tényleg jó lesz, és ugye ezt a tyúkhálót majd ilyen gyors szorítókkal fogom odafogatni, így ahogyan vannak, ide az oszlopra rá, reméljük átérni ez a gyors szorító, a remény velem van. Na mindegy, szóval, és akkor így lett megcsinálva, és akkor a pipikék reméljük biztonságban lesznek, igazából nem is attól félek a legjobban, hogy jön egy róka vagy valami és elviszi őket, nem. Attól félek, nézzétek milyen klassz belülről, addig megmutatom, hogy vannak ilyen felülők, szóval inkább attól félek, hogy a kecskék meg a birkák be akarnak menni, hogyha kapnak valamit a csirkék, vagy látják, hogy van valami kajájuk, és szétverik ezt a hát ezt a cuccot, azért ezt nem olyan nehéz szétverni csirkének, vagy valaminek annyira. Mi csirkének? Mi van kecskének? Vagy birkának annyira neki akar menni, főleg ő, aki ottan gyűn, a Lizinek ilyen nagy hegyes szarvai vannak, és azzal remekül neki tud menni a kerítésnek is. És nehogy ezt széjjel csapja, mert hát én is szétcsapom, na. Szóval így fog kinézni a
tolog, ez alatt a fa alatt fognak élni, így jó árnyékban lesznek, nem döglenek meg nyáron. No és ilyen lett végül a tyúkol, kitömtük szépen szénával, mert nem eszik a kecskék, ott az ajtaja, és egy ilyen régi hordót úgy döntöttünk, hogy ilyen kis tojóállomásnak fogjuk használni. Lett saját kis különbejáratú nyalósójuk. Ma végre eljutottam és vettem ilyet is. Nézzétek, ott megrácsálták. Nagyon örülnek neki, és tök jó helyre tettem. Mindjárt megmutatom miért. Mert pont itt egy fa, aminek a lombja ugye takarja, ha esne az eső, és még ráadásul úgy van, hogy még itt az ág is védi. Nyilván valamennyi eső védheti, de jobb, mert itt látják, itt szoktuk ugye enni, dobáljuk nekik a kaját. Igen, ez ott még van építőanyag, ezt majd elrakom. És ugye ilyenkor tudják nyalogatni, közben ott vannak a kis vizeik, minden, és ugye ott van hátul az ól, meg ott egy ilyen beálló cucc. Mindjárt megmutatom azt is, azt én építettem a hátsót. No. Szóval erről az orról beszéltem, ezt is én építettem. Van rajta egy ponyva, ugye oda vannak itt csavarozva, és oda is volt ez a fólia is, csak a fólia feltétlen a szél. De már kitaláltam, hogy hogyan fogom odafogatni, fogok egyszerűen egy... Mindjárt mutatom. Szóval fogok egyszerűen egy fadarabot, és a fadarabot mindig ide szorítom, és azon át ugye nyomom bele az anyagba, és akkor így meg fog maradni, nem tudjon könnyen feltépni a szél. Na, akkor bemutatom, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki. Ez egy fedett beálló, tehát ez nem egy konkrét ól, ez inkább fedett beálló. Itt van lent egy fa, ez itt nem víz, és nem elmozdítható. Ez gyakorlatilag ugye a két oldalát fixálja, hogyha neki dőlnek az állatok, ne tudják így kitörni. Bár, amit látjátok, ez is totál ingyen készült, tehát ilyen megmaradt fákból, meg azok ilyen régebbi gerendák. Szóval ez ilyen maradék fából készült, mint látjátok, tehát ezért refizettem, mivel az a cél, hogy mindent újra hasznosítsak, amit itt találok. És régi gerendákból készült a teteje, tehát látjátok, hogy ez egy sokkal vastagabb fa, amiből áll. És az oldalát pedig ugye így összeütöttem, összetartják ugye a kisebb darab fák, és hátul is ugye ez például egy szekrénynek az ajtaja, és ezek így szépen összefogják egymást. Na, annyi segítséget kaptam benne, ezt apukám egy láncfűrésszel lecsapta a túlnyúlt darabokat, de tulajdonképpen ez minden. Itt fölül is van egy ilyen hosszabb fa, ugye ez is szintén két oldalát tartja össze, és fixálja le. És fölül pedig, látjátok, ott vannak a gerendák, tartó lécen, és arra jön rá. És erre jön rá ugyebár itt a ponyva, illetve ez a fólia, amelyet elfúj még a szél. De amúgy nagyon-nagyon-nagyon szuper lesz. És az a lényege ugye, hogy itt az állatok egyszerűen be tudjanak ide állni, hogyha esik az eső, fúj a szél. Hátulja pedig így néz ki. Így. Ott egy ilyen vascső. Igazából itt egy ilyen régi, régett háznak a beton alapja. Akik, tök jó, meg Bari. Ugyanis itt volt egy faház, de volt valami zárlat, vagy nem tudom mi, és leégett. Meg felhasználjuk ugye ól alapnak, mert tök jó. Tehát miért tennénk oda a fűbe, ahol felázik, még minden baja van, hogyha itt is ilyen szuperül meg lehet csinálni. A másik, amit apám épített, az ez a birkaól.